Sőt, ezt a csokoládé szaltok gyerekek, üdv a csatornán, mikor ez Spintires, mindig az jut eszembe, amikor ilyen játékkal kezdek el játszani. Előző nap, vagyis hétvégén volt ugye egy vlog videó, amiben felvetettem, hogy SnowRunner-en tolhatnánk. Ugye már játszottunk ezzel a játékkal, de igazából az első napról kb. Soha nem jutottunk ki. Többek között azért, mert elég szar gépen volt, és nem futott nyílen ez a játék, és nagyon idegesített. Meg még ráadásul most már egy magyarosítás is van hozzá. A játékot ismerjük alapjaiba, tehát így a funkcióit, meg hát körülbelül 500 darab Spintires részt letoltunk, utána MudRunner részből vagy 100-at, és a SnowRunner az soha nem volt így végigvive, úgy gondoltam, hogy akkor vágjunk bele a lecsóba, aztán valami legyen gyerekek. Nyomunk egy új játékot teljesen az elejétől, ugye tényleg a funkciókkal itt tisztában vagyunk, szóval annyira meglepetés nem okozhat, hát bár mondjuk elég rég játszottam ilyen jellegű játékkal, úgyhogy lehet. Ezt megpróbálunk nagyon progresszív tartalmat csinálni ebből a játékból. Új kampány, oké. A progresszív tartalom az lenne, hogy így tényleg nem tökölősen, hanem szisztematikusan szépen végigtoljuk a játékot, bár ugye ez a játék ez pont olyan, hogy így keresztbe tudja hozni a számításunkat, talán annyira nem fogja, és veretjük neki, mint az őrültek gyerekek, hát tudjuk az irányítás, hogy végre jól fut ez a játék, és ez a játék is úgy, vagy ezzel a játékkal is úgy voltam egyébként, várjátok, én lehet, hogy egy kicsit így a beállításnál a... Az audiónál lehet, hogy ezt egy kicsit lejjebb rakom a fő hangerőt, nehogy beszívjunk vele. Elképzelhető, hogy túl hangos. A gyerekek, nem tökölünk, ugye legelőször kapunk egy scout járművet, aminek dobunk egy összkereket kapásból, így a tutoriált azt hagyom egyelőre, mert miért ne. Egyébként tök jó, mert magyar az egész, ugye azért van sztori is most már a játékban, ugye, és nem tudom, aki csak a Spintires videóimat látta, aznak elmondom, hogy ez így tök jól összefűztek egy csomó dolgot ebbe a játékba, tehát most már nem úgy működik ez az egész, hogy különálló mapok vannak, aztán csinálsz rajta egy fahordást, hanem egy ilyen konkrét sztorit kell szinte így végigjátszanod a különböző mapokon és országokban, rengeteg ország és mapban egyébként. DLC-kből van nekem megvéve, de nem mind, szóval lehet, hogy később fogunk venni. Egyébként tervezem azt, hogy ha ezt végigrántottuk így a sztorit, a sztori módot, hát így a kampányt, akkor tudnánk egy olyat is csinálni, hogy modolt részeket ugye tudnánk készíteni, mert iszonyatosan sok mod van a játékban, tök jó, mert ugyanúgy, mint a farming szimulátorban ugye játékon belül tudod leszedni a modokat, mapokat, járműveket, baromi jó szerintem az egész. Na, ugye az első küldetés, vagyis az első beszéljünk a lore-ról egy kicsit, na itt egyébként ilyen, vannak ilyen túltippek, amiket hát még soha nem olvastam el talán, de itt annyira arról beszél ugye, hogy különböző úttípusok vannak. Nem szégyen elkerülni a veszélyt, ha úgy van, hát mi nem fogjuk elkerülni, ugye itt lett volna egy ilyen opcionális út. De megyünk mint az őrültek gyerekek, nem tökörészünk itten. Ja, a lore ugye az első mapon, hát a többit azt nem is ismerem sajnos, mivel soha nem jutottam ki erről a mapról. Esetleg ilyen kinéztem, az ilyen sarakat azt érdemes kerülni ugye, bármennyire is érdekes benne dagonyázni, de meg is fogjuk unni a dagonyázást, ne aggódjatok srácok. Ja igen, most már ugye ebben a játékban úgy van, hogy aki nem ismeri, azoknak mondom, másoknak biztos triviális az egész, hogy konkrétan egy ilyen karakterrel így végig kell küzdened különböző munkákon magad. Igen, felfedeztük a királytótornyot, ugye most már az M-mel látjuk, hogy mit kellene csinálni. Igen, ez az első map, ugye Michiganbe, és ez a Black River, vagy Fekete folyó map, és itt az a háttértörténet, hogy itt gyerekek, árvíz volt, és ott kell segítenünk a munkákba, az acél folyó településen. Az a lényeg, most az első terrútot kell ugye megszerezni, itt vannak a taskjaink, egyébként egy csomó van, rengeteg mellékküldetés, főküldetés, XP-t lehet szerezni, meg még ráadásul pénzt, és a pénzből tudsz majd autókat venni és fejleszteni. Szóval itt nem úgy van, mint a Spintiresben, hogy kiválasztottad ezeket az autókat, és azzal tudtál így menni, hanem itt konkrétan így fel kell szabadítani őket, el kell vinni a garázsba, meg kell javítani, kell upgrade-elni őket, kell új autókat venni, vannak, amiket nem tudsz megvenni, mert meg kell őket találni. Például itt, látod, van egy fejlesztés,
a mapon, azokat érdemes összeszedni, mert különböző járművekhez tudsz ilyen upgrade-eket szerezni. De most egyelőre azt kell csinálnunk, hogy itt vagyunk ez a Chevrolette-tel, és akkor le kéne menni, itt van egy ilyen terepdelrautó, egy GMC MH950-es, ami egyébként egy jó kaki terepautó, de így az első munkára így éppen elég lesz. Ugye, hát még mindig igazából ilyen tutorial jellegű dolog megy. Arra kell figyelni, hogy autót azt szépen össze tudod törni, meg minden járművet is. És itt ugye gumikat tudsz cserélni, motor tudsz upgrade-elni, minden, rengeteg dolgot tudsz ebbe a játékba. És annyira azért nem vagyok pro ezzel a játékkal kapcsolatban, csomó lehet ilyen mechanikát nem fogok tudni. Úgyhogy azt nyugodtan írjátok, hogy ezt hogy kellene. Egyébként ilyen egy órás részeket szeretnék csinálni, szóval ne az legyen. Ez a játék tipikus olyan, hogy ilyen 3-4 órát is el tudsz vele játszani, de inkább legyen, na itt az első terrautó, ugye ez egy ilyen tipikál országúti terrautó, ugye vannak ilyen országúti jellegű terrautók, meg vannak ilyen offroad terrautók. Igen, V-vel át tudsz elvileg ülni belé. Tök jó egyébként, hogy magyar, nekem ezt tök tetszik. És akkor ugye ki tudod választani, hogy a GMC-vel akarsz tovább menni. Egyébként olyan belső nézel a gyerekek, hogy a szív leszakad, oda nézzél. Figyeld az indítást. Megremeg, mutatja, hogy mennyi üzemanyag van benne, itt tudom én, hőfokot, minden gyerekek, tök jó. Animál van egy csomó minden, így lengenek, látod, kulcs, minden is. Rott, eszméletlen jól néz ki, egyébként tök belső nézetbe is tudnál vezetni, csak egy probléma van, hogy az ilyen, amúgy is szivatni fogjuk magunkat ezzel ebben a játékban. Hát még hogyha nekem, én neki állnék itt belső nézetezni. Na, srácok, álljál meg! Nézzük, hogy mit kellene csinálni, addig meg is kellene állítanom a motort, ne csettelegjen itt. Jó, hat kijéket nem ismerem sajnos. Ja, a izének nem állítottam meg a motorját a Chevrolette-nek. Egyébként a mapról is el tudod érni a járműveidet, így. Kiválasztod és be tudsz szűrni. Megállítom a motorját, ne fogja belőle az üzemanyag. Oké. Visszaülünk a Chevy-be. Nem GMC-be, a Chevy a másik. És megnézzük, mit kell csinálni a taskokat. Ugye már is van egy taskunk, nézd oda. A célfolyó település, szerződések, ugye itt láthatod a szerződéseidet. Hát ilyen taskok, vagy ilyen feladatokat lehet nevezni, nem muszáj őket elvállalni, azért gondolom szerződésnek nem ez a játék. Itt mondjuk muszáj, mivel nem tudsz tovább jutni. Régi híd helyreállítása. Ugye ezt a régi hídot kellene helyreállítani, mert különben erről a részről nem tudunk tovább jutni a többi mapnak a többi részéhez. Nem férnénk hozzá, az meg ugye elég kellemetlen, mivel például ott a garázsunk is. Azt hiszem, hogy ez mi? Na, jó, mindegy. Írja, hogy ugye kellenének fémgerendák, tök jó, mert mutatja, hogy hol tudod felvenni a fémgerendákat, ugye a városi raktárba, ez konkrétan egy raktár, igen, igen. Egyébként tök ilyen koherens az egész világ, tök jó meg van csinálva, nem ilyen random helyeken veszel fel dolgokat, hanem tényleg a feladatnak megfelelően. És egyébként vannak ilyen mentési munkálatok, expedíciók, olajfúrókutakhoz kell majd az Alaszkába vinni dolgokat, megyünk Szibériába, meg mindenhova. Na, fareszkákat is kell vinni, az meg itt a fűrésztelepen, ugye? A fareszkákból kell kettő, a fémgerendákból egy. A sorrend mindig számít, mert különben nem, például itt a hídnál nem fog felépülni. Na, de akkor veressük neki, először lemegyünk a fűrésztelepre. Igen, tudom, hogy először a izé kellene, minek nevezik, az acélgerendák, de ha már itt vagyunk a fűrésztelepnél, akkor itt mindjárt szerzünk egy kis. Szerzünk deszkákat. Kerüljük a sarat ezzel a teherautóval, mert ez egy utcai, nem tudsz neki difizárat, se összkereket kapcsolni, úgyhogy olyan jó, lazán meg tudod magad szivatni, ha belemész a nagy sárba, hogy ott rohadsz meg. Úgyhogy ezt semmilyen körülmények között nem érdemes. Ja, tudok, pörgök, mint az állat, nem tudom egyébként, miért, most direkt nem ittem kávét, de azért legalább, igen. Ugye van manuális váltó, egyelőre még nem érdemes használni, később, amikor saras környezet lesz, akkor lehet, hogy kell. Ott van kettő darab deszka, nézzétek gyerekek, és egyébként a trélereket akár onnan így magadhoz veheted, szóval az tök jó a játékba. Kicsit ide besuttyanak. Ja, havok fizikai motor van a játékban, szóval tök realisztikus, szóval gondoltam, hogy ezt a kerítést ki lehet durrantani. Hát, hogyha ebben a sárba itt belementem volna ezzel a terrautóval, akkor itt szarakodhatnék egy darabig, azt gondoltam, akkor már ne. Ugye fölcsatlakozunk. Ezt már megyünk is.
mint az őrültek, föl a városba, ami... Figyelni kell egyébként, mert nagyon könnyen sérülnek bizonyos járművek. Bizonyos járművek meg nem annyira, ugye minden egyének más, máshogy működik a fizikája, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Hát ilyen tök realisztikus az egész, nagyon bírom ezt a játékot. Én nagyon utáltam, hogy nem tudtam vele érdembe játszani. Gyűlölöm azt, amikor ilyen, hogy mondjam, hogy nincs elég erős géped ahhoz, hogy maxon futtass egy játékot, gondolom ez mindenkivel előfordult, nekem mindig így előfordult. Mindig ezzel a problémával néztem farkas szemet, hogy nem tudod maxon futtatni, de viszont szeretnéd, hogy szépen fusson, ezért egész végig azon tökölsz, hogy milyen beállítást rakjam fel, meg milyen beállítást vegyél le, hogy azért jól is nézzen ki a játék, meg akkor azért fusson is valahogy, és akkor mivel mindig a határon mozogsz ez ügybe, tehát így a... Nagyon félek, hogy hangos a játék egyébként, azért is ordítok, mint a hülye. Fölmegyünk a városba, jöjjha, hát ez... Ez itt lehet kirúgja magát, gyerekek. Aha, hoppá, hoppá. Jó, hát ez elásta magát, nyomunk egy kéziféket, és ilyenkor érdemes, figyelj, de... Tudsz egy olyat csinálni, hogy tudsz csörlőzni. Bár lehet, hogy egy ilyen bokorhoz kötöttem oda magam, az meg nem lesz egy... Igen. Az nem volt egy erős, gyerekek. De, mindjárt megoldjuk. Ugye, trükkösen lehet azt is csinálni, hogy hát úgy kötsz dolgokhoz, hogy mondjuk a hátulját ide. Hát az se valami nagyon erős, ez nem volt a nagy üzlet itt megpróbálni följönni. Sevivel megpróbálhatnám megrántani, de szerintem nem annyira fog lenne jó. Egy kicsit meghúzzuk arra hát, hogyha jó lesz. Egyébként itt látni, hogy 6 darab kerekünk van ugye, 6 darab még épp. Itt úgy van, hogy ki is tud durani a kerék, ki tud szakadni a gumi, tönkre tud teljesen menni. És itt a javítás az nem csak úgy van, hogy javítás van, hanem kell pótkerék is. Tehát így működik. Itt van egyébként külön van most már motor, meg minden. Egyébként a sérüléseket így tudod, meg is tudod nézni a járművön, hogy melyik kerék fog mondjuk kidurranba, vagy ilyesmi. Úgyhogy tök jó. Na, de nem húzom az időt. Nem ezt akartam. Kicsit meghúzzuk oldalra hát, hogyha látod? Ugye kijön abból a büdös sárból, és ugye el tudod engedni errel. Tehát az így tök jó. Ugye beásta magát, az nem volt egy legjobb. Hogy pont a gyombájúval próbáltam menni, azt inkább így a bakháton próbálkozzunk, jó? Látod így, így. Egyébként ilyenkor lehet, hogy érdemes kapcsolni egy manuál sebességváltó ellet. Dobok is neki egyet, akkor nem váltogat a sebességváltója, hanem berakja felezőbe. És ilyen manuálba, tehát nincs az, hogy így váltogatás van. Csak látjátok, hogy például se üszkerék, se difizár nincsen. Szépen körülbelül 2 darab kerék forog, azt Isten áldjon egy bar. De az a szerencse, hogy tudunk csörlőzni ezerrel, szóval ilyen ott van egy ilyen vastagabb fa, mondjuk ezt kössük inkább. Na, gizi, mi azt el kéne engedni előtte. Oké. Okay. Fák egyébként ki lehet dönteni, fizikájuk van. Vékonyabb fákat simán kirántod a gépekkel, meg ugye ki is lehet törni őket. Most megakadtunk keményen, gyerekek. De, ja, hát ugye mögöttünk van ez a kotla, ez lehet, hogy körbe kellett volna menni. Úgyhogy ennyit a progresszivitásról, ugye mondtam, hogy próbál a keeper gyorsan haladni. Hát sajnos ez a teherautó, ez nem éppen erre van kitalálva. Mennyi. Egyébként van ilyen automata csörlőzés is, tehát így tudsz dobni csörlőt oda például, mindig a legközelebbi pontra vagy, amit ő úgy gondol, hogy jó, arra dobja rá. Ezt akkor érdemes használni, F-et megnyomod, akkor rádobja automatikusan. Ezt akkor érdemes használni, hogyha mit tudom, borul fel a jármű, azt megpróbálsz még valamit gyorsan, de egyébként nem szoktam alkalmazni ezt az automata csörlőzést, mert a random helyre földobja a környéken. Általában mindig szar helyre dobja, úgyhogy most például megpróbáljam feldobatni rá. Oda dobta, látjátok arra a fára, hát az olyan, mint halottnak a csók. Hogyha nincs más a környéken, akkor esélyes, hogy oda dobja, hova akarod. Például talán arra az oszlopra, látod? Így most így tudtunk csörlőztetni. Jó, oké.
Nincs látható csörlődési pontja most például. Jó, megyünk gyerekek, ezerre nincs probléma, el akarok mindenképp jutni a garázsba. Tök jó járműveket le, azt hiszem, hogy 2 DLC járművem van. Viszont lehet, hogy nem fogom eladni őket. Mármint nem akarok abból előnyt szerezni, hogy DLC járműveim vannak, mivel azok ilyen tök drágák, ugye. És most akkor azokat el tudnám adni, és akkor tudnék venni belőle abból a töménytelen mennyiségű pénzből egy csomó jármű, vagy jófajta járműveket, meg fejlesztéseket esetleg, de nem hiszem, hogy azt akarom, hanem tényleg, amit összeharácsolok én, abból tudjak költeni. Én ebben gondolkozok, hogy küldetéseket kelljen csinálni, igazából elveszti a játék az értelmét, hogyha kapásból egy mindenféle járművet így meg tudok venni, mert nekem menni be azért nem nagyon emlékszem ám. Grafika szerintem szép mai napig, nem is tudom hányos a játék, 2018-as vagy 2019-es. Hát, bösz már jó, szerintem. Ennél jobb ilyen offroad jellegű játék közelben nincsen. Most ugye kijött a Mudrunner Expedition, hát nekem ez még elég, ehhez képest egy ilyen századszög bonyolultságával bír. Na itt van ugye a rakomány, ki tudod választani, hogy mit szeretnél felrakni. Aján. Hát a fémgerendákat nyilván felrakás. Oké, és akkor megvan egyszerre, nézzétek, megcsináltuk egyszerre, hogy a fémgerendák is itt vannak, és a kettő darab fagerenda, vagy milyen tököm is. Én azt hittem, ez kiviszi esküszöm. Na, ez most odavert. Motor sérült ráadásul. Ejj, kipörde hülye voltál? Na mindegy, küldjük neki gyerekek egy kis belső életbe, hát már nem. Ja, mert van ilyen izék nézet is, ilyen sportkocsi nézet. Csak nyomjuk neki. Így egyébként tök visszaadja, hogy egy ilyen böszben nagy dögállat géppel mész. Még ha egy ilyen utcai is, hát egy ilyen vezetni azért nem kis pálya lehet. Tök jó, hogy hullámzik, ugye tök jó, meg vannak csinálva lengéscsillapítás. Rohadt élethű. Meg ugye különböző éghajlatok vannak, mármint a mapoknak. Ugye ez inkább ilyen északi, hegyes. Ki lehet nézni az ablakon, meg tudod nézni, hogy mi a tök történik. Meg hát a tükörben is látod egyébként. Ja, ez egy ilyen északi jellegű, egyébként van ilyen Alaszka, van Oroszország. Hát Oroszország az szerintem ilyen epic nehéz lesz. Egyébként van benne Kirovec, nem tudom milyen járművek között. Bár az azt hiszem, hogy DLC. DLC-k az nem sok van nekem megvéve, tényleg talán egy vagy kettő, nem is tudom. De hogyha lesz rá igény, akkor meg akarom venni. Várjátok, pazza, jó helyre jöttem? Jó helyre, jó. Oké. Okay. Itt épül a híd. Jó helyre, minden oké. Okay. Hol kell hozni, bazza? Mi a köcs van, gyerekek? Miért nem akar ez jó? Mi történik? Azért. Régi hit hely. Ja, mert izé, még fel se vettem, mert ugye fel kell venni. Aktivál. Jó. Hát föl is vettem már mindent, igazából akkor már csak le kell rakni. Rakomány kezelés, ugye ugye nem vettem fel. Mert ugye el kell fogadni az ilyen munkákat, pont beszéltem is róla, hogy ezek nem csak úgy vannak, hanem ezeket te veszed fel gyakorlatilag, mint hogyha munkákat vállalnál, tudod. Ezeket is lerakjuk. És ugye meg lett egyből kettő darab meló is, látjátok, tök jó megcsináltuk. Ezt már küldjük is neki tovább, várja egyébként. A pótot is levigyük? Vigyük a pótot is. Oké, okay, kaptunk 2100-at, meg kaptunk ugye izét is. Hogy is hívják ott? XP-t is, ugye különböző járművekhez és fejlesztésekhez kellhet, hogy te magasabb szintű sofőr legyél. El is fosta magát a kerék, tessék. Ez nagyon becsúszott oda, el is szarta magát a kerék. Jó, mindegy, megyünk a garázshoz, ugye, aztán majd megjavítatjuk. Igen, eldurrant a kerék, gyerekek. Ez fájdalmas volt.
Hogy örövertük, azt el is szólta magát. Ja, megpróbálunk eljutni gyorsan izéhez, a garázsunkhoz. És majd utána meg megpróbálunk járművek. Francis ember a gyerekek. Na ilyenkor tudod egyébként azt csinálni, hogy nem előre kötsz, hanem ide hátra. És akkor így már is értelmesebb. És itt meg már engedjük ugye. Miért az a kidúrán kerékhoz nem segít a helyzetünkön? De azért megoldjuk. Elposzott a kerekünk, gyerekek. Hát nem csoda a betonnak. Ja, itt is van például egy farm, itt is lehet munkákat vállalni. Csomó task van egyébként. Jó, hát közben figyelni kellene. Itt is van benne, azt hiszem, egy megsüllyedt jármű. Vannak ilyen megsüllyedt jármű küldetések, amik annyit kell, hogy ki kell vontatnod, ki kell húznod különböző járműveket. Meg itt a farmhoz is van egy csomó küldetés, hogy kell hozni, mit tudom én. A tököm tudja, mit nem nekik. Ugye itt egy árvíz volt, elmosott mindent, aztán ezeknek a, vagy itt a mentési munkálatokat kell csinálni. Például van olyan, hogy mit tudom én, anyagot kell vinned valami összedőlt felső vezetékhez, vagy bedőlt úthoz, hogy megjavítsák. Úgyhogy tök sok elveszett konténert keresnek, meg elveszett járműveket. Jó, mindjárt itt van egyébként a garázs, úgyhogy tök jó. Tényleg megpróbálok egy ilyen progresszív gameplay csinálni ebből, hogy haladjunk gyerekek, hogy legyen valamit. Ne csak tökölés legyen, már valószínűleg, hogy fogunk rengeteget tökölni, mert ugye nagyon szenvedős tud lenni a játék. Oda nézzetek, mi az a kör. Meg nem sokára, meg is, ha azt akartam mondani, mindjárt megered az eső. De hát meg is ered. Jó, azt a trailert, ezt itt is hagyom szerintem. Na. Oké, okay, aztán bemegyünk a garázsba, de várjatok először. Aha, itt a garázsunk, ugye? Rendben. Ó, itt van egy javító csomag, nézd oda! A Fleet Starhoz volt egy... Ja nem, az egy az nem az volt. Itt felfedeztünk egy járművet is, itt ugye van mellettünk. Még van egy javító csomag, amelyik járműhöz? Kapcsolható összkerék meghajtás. Pont ehhez, amit találtunk járműt. Ehhez. Itt ami van, ez volt egy ilyen kapcsolható összkerék meghajtású. Oké, okay, ez tök jó, viszont annyit csinálok, hogy ugye az ilyen járműveket, amiket felfedezel utána, az már a tiéd. Ugye például át tudunk vele ülni, csak ne az eszket kell volna nyomkodnom. És akkor át tudsz bele ülni, csak hát nyérre le van robbalva, látod. Ott van a... Ott van, hogy az összes kerék le van lukas, a motor, minden, ez egy totál káros jármű, de ki van dobva a garázshoz. De hát nekünk semmi gond abból nincsen. Be fogjuk vinni a garázsba, és akkor már is miért mindig az eszket nyomom meg a izéért? A garázsért, bocsánat érte. Figyeljetek, bemegyünk, bevisszük a garázsba ezt a mindjárt. Csinálunk egy olyat, hogy oda vontatom. De akkor az is a miénk, lehet, hogy eladom. Ilyen utcai járműveket nem biztos, hogy nagyon érdemes. Ha meg is csináltuk ezt a teszket, ugye annyi volt, hogy a garázsba be kellett jutni. Várjál. Oké. Okay. Felépés a garázsba. Szuper gyerekek, megjöttünk a garázsba. Ugye itt ilyen testreszabási lehetőségek vannak. Meg ugye van egy terrorautó tároló, ahol a DLC járműveim vannak. Ugye például itt van, ez egy 125 ezerbe kerül, egy ilyen 88-as akármicsoda. Egy bandita, KR-58 bandita. Meg van egy ilyen UAZ. Látható, egy UAZ, egy ilyen átalakított UAZ, ami 20 ezerbe kerül. Meg ugye van nekünk ez a GMC, amivel megérkeztünk az előbb, az 21.200-ba kerül. Viszont tudunk egy olyat csinálni, hogy lemegyünk. Jó, most át kell menni globál térképre, mert itt nagyon akar mutatni valamit. Nem tudom, hova kell venni. Várjál, szerintem kisebb lehet venni helyi térképre. Aha. Mert oktatás van, próbálja megmutatni ugye, hogy
Most nem is tudom, hova kell. Alaszkába? Alaszkába. És a garázsba. Mert ugye át tudsz menni a különböző mapokon, tehát nem muszáj végigcsinálod egy helyre a küldetéseket, hanem át tudsz venni egy másik helyre, oda át tudod venni a járműveidet, ott tudod folytatni konkrétan a küldetéseket. De most én visszamegyek, globál térkép, ugye. Michiganbe, és ugye ide. Menjél. Itt csináljuk egyelőre a küldetéseket, nem megyünk át Alaszkába, úgyis itt meg van egy csomó minden, amit fel kell fedeznünk, vannak járművek, amiket be tudnék gyűjteni. Kimegyünk a helyi térképre, de úgy kellene kimenni, hogy jármű nélkül nem tudom, hogy ezt megoldható, ugye? És akkor itt van nekünk ez a Fleet Star, ebbe beülünk, és ez is be tudunk menni a garázsba. Most már kettő jármű van a garázsba, ugye? Van nekünk egy... Ez a GMC-ink, amit eltárolok, és eltárolom a másikat is, mert akkor látom, hogy mennyi. Esetleg, nem ezt akartam, teherautó tároló, hogy mennyibe kerülnek. Aha, 31 és 61 ezer pénz lenne a kettő, ugye? Nekünk van 33.805 felünk, tehát akkor 67 ezer körül lenne pénzünk, ugye? 67 ezer körül. Gondolom? Igen. És akkor itt lehet egyébként, ugye, teherautókereskedőnél venni járműveket. Ja, venni járműveket. Nekünk van még egy Chevroletünk is kín. Még van egy Chevroletünk, ez micsoda? Most egy, azon gondolkodok, hogy kellene egy olyan járművet venni, ami, ugye ezek az a baj, hogy ezek ilyen utcaiak, amik itt behozta őket. Ez a sokra nem nagyon megyek, hanem... Valami olyan kellene, amíg terepjáró kerekekkel van alapba szerelve, és van rajta difizár, meg összkerék. Mondjuk itt mind a kettő van, látod. Mondjuk elég kicsi a tankja. Chevrolet Kodiak, ez is az a baj, hogy országúti, lehet összkereket kapcsolni, ezek mind ilyen eléggé a GR autók. Mert olyanunk van, ugye. Meg itt a Fleet Star is. Ezek ilyen országúti kerék. Ez elég betegül néz ki, gyerekek. Ez nagyon durván néz ki. 126 ezer. Ez tök brutális. Ez nagyon ilyen masszívnak néz ki. Gyerekek, oda nézze. Vegyes terepre 55-ös colos kerekek. Ezt is érdemes megnézni, hogy mekkora átmérő kerekek. Kapcsolható és felszerelhető összkerék, tehát gyárilag nincs rajta az összkerék. Ez meg ugye, ez fel kell hozzá deríteni a világot. Vannak olyan járművek, amik nem is azon a mapon vannak, tehát vannak ilyen nagyon-nagyon sok. Rengeteg jármű van egyébként. Van olyan, amelyik máshonnan tudod áthozni, például orosz térképről, ugye ruszki járművek itt is van, vagy itt is van például, ugye nem Amerikába érhető el. Ez egy ilyen azob, mert szerintem ez egy kamasz, gondolom lehet, nem kapták meg a licencet. Van itt Niva. Igen, rengeteg van. Ja, hát ezek elég jók, gyerekek, elég jók. Csak az a baj, abban kéne gondolkodni, hogy mit tudnánk mi venni. Egyébként nekem ez a... Ez tetszetős, így az a legelső. Ez a legelső, ez nekem tetszetős, azt a betyár mennyi van. Na, ez 75 ezerbe kerül, ez nem olyan sok. Meg 6x6-os és mindig diffi, mindig összkerék meghajtás, 47-es terepjáró kerekek vannak rajt. Nekem ez elég jó, eléggé bejön, csak 75 ezerbe kerül. El kéne adnunk mindent, és figyelj, lehet, hogy... költök egy kompromisszumot. Nem tudom, mennyire tudná, 75. Pont kijönne egyébként, hogyha ezért a Chevy-t behoznám. Csak a Chevy-vel még ide el kell csinálni, gyerekek. Nézzük meg, hol a Chevy. Megpróbáljuk. Nem kéne csalni, az a baj, nem akarok csalni, érted? Na itt meg este van már. Este van, kikényúg a lomba, mindjárt alszunk egy-egy gyerekek. Nem akarok éjszaka itt tökörészni. Időugrás, reggel 6. Jó. Figyeljetek, gyorsan elvágtatok a Chevy-vel, nem akarok csalni. Várjál, hoppa,
Sikerült a motort megcsapatnom. Nincsen. Szerintem nincs izé, ugye? Nincsen garázsba ugratás. Az viszont mondjuk én nekem baráti. Lehet, hogy csak nem láttam, de hogyha van is, akkor se fogom használni. Figyeljetek, legyen egy ilyen. Egy ilyen. Ja, most hülye vagy? Menjünk ugyanott fel, ahol jöttünk le. Ezt akkor hamarabb érünk. Figyeljetek, megnézzük ezt a Chevyt, mennyien tudnám elpasszolni, és akkor lehet, hogy úgymond csalás nélkül meg tudnám csinálni, hogy azt a járművet ki tudjam menni, azt a 75 ezerest. Az a merre megyek én, öcsém? Úgy értem csalás nélkül, mert ott láttátok, hogy 100 akármennyi bekerül, meg 20 akármennyi bekerül a 2 DLC jármű. Kapásból tudnék venni abból elég sok minden, de te már megint kapott egyet. Le ne zúzzom addig a motort. Nem néz ki csúnyán a játék, nem srácok? Egy bajom lesz egyébként, hogyha minden ilyen járművet adok, akkor nem lesz kótri járművem. Ilyen felderítő. Ugye ez például egy ilyen felderítő járműnek tök jó. Hogy megnézd, hogy mi van merre. Übaze, hát ez nem csúnya ez a játék, te. Ezekkel a effektekkel így mindig le lehet venni az embert a lábáról, mi? Szerintem a városból, hogy nem a városba akarok eljutni, mondjuk. Erre jöttünk, ugye? Nem most sejtem. Egyébként tudsz útvonalat megjelölni, de én úgy emlékszem, hogy erre jöttük. Hát, reméljük, hogy jól emlékszik a keeper. Hát nem jól emlékszik, azért, mert nem erre jöttünk. Föl ne boruljak, mert akkor vége a bulirak. Ugye fölborulsz, akkor azért kellemetlen tud lenni. Valamerre erre jöttünk, szerintem mégiscsak. Hát nem pont, de azért kivergődtünk az útra. Nem pont erre jöttem, szerintem. Ma gyorsan bevisszük a garisba. Egyébként ezek az offroad járművek így az utakon nem nagyon teljesítenek jól. Tehát ilyen aszfaltos úton akkor felejtsd el, hogy egyenesen tudsz vele menni. Az a motor. Menjünk már. Megint. A végén még tényleg lezúzom. Az a jó garázsban ingyen megjavítódik, szóval nem nagy probléma. Ugye hard modban játszanál, akkor pénzbe kerül az is még a javítás is. Hát nem akarom magam annyira szivatni. Ez a játék fog minket, higgyétek el, ez a játék még fog minket keményen szivatni. Egyébként utoljára, amikor játszottam, azt csináltam, hogy a DLC járműveket is eladtam. És akkor kapásból meg tudsz venni valami 8x8-as ruszki vasat. Ami annyit kell csinálni, hogy bemész az orosz térképre, és át tudod hozni ide. De valahogy nem, tényleg nem arról akarom, hogy szóljon ez a gameplay sorozat, hogy a kapásból így már kiveszem kivásárolom magam a szarból. Ó, tök jó aladunk egyébként szerintem. Ilyen egy órás részeket terveztem ebből. Lehet, hogy elég sűrűn fog jönni. Hát így minden videóra azt mondom, minden videó sorozatban lévő videóra, hogy hetenként egy biztos van. Ennyit tudok így ígérni. Nem akarok nagyot ígérni, mert akkor meg... Ez mekkora sár van, te Isten. Egyébként ugye ezt is fel lehet így upgrade-elni, meg minden járműveket csomó, mindjárt meg fogjuk nézni, hogy milyen upgrade-elési lehetőségeink vannak. Gyerekek, ma olyan meleg volt, basszus. Nem vittem a Sanyit sétáltatni, szerintem már attól féltem, hogy megégeti a lábát nem a sár, most megláttam a sarat, hanem az aszfalt. Gyerekek, keresztbe hosszabban megy az a jármű, hallod? És ezt komolyan mondom, ha megfigyelitek, nem én vagyok ilyen hülye, hanem csúszik konkrétan így. Nagyon gyorsan mész, elkezd csúszkálni. Ez komolyan nagyon durva. Mármint ilyen aszfalton, még jobban, mint a terepen, az a durva. Hát gondolom a terepkeréknek a hátránya. Jó, hát erre nem lenne szükségem igazából, hogyha... Nem tudom, mennyire lesz jó az a jármű. Azt nagyon tetszik benne, hogy összkerék difizárva, meg gyárilag ugye offroad kerekek, szóval ott igazából mellé nagyon nem tudsz lőni. Meg elég ilyen batárnak néz ki az a dög. Ez a legelső jármű az.
De egyébként szoktátok írni, hogy melyik a jó, mert vannak olyan játékosok, akik már ötször végig tolták ezt a játékot. Én ahhoz képest még ilyen nyikhaj vagyok nagyon. Ezeket nem lehet eladni, a pótokat? Valami volt, hogy a pótokat is el lehet adni, de annyira nem akarok, hogy azzal is üzletelni. Figyeljetek, munkákat kell vállalni, ne az legyen, hogy tényleg így kivásárolom magam a legjobb cucc. Na, akkor ezt is el kéne adni. Az el kell tárolnom, ugye? És akkor tárolt elrótok. Ó, meg lesz, gyerekek! Akkor eladjuk ezt. Eladom. Eladjuk ezt is. Oké. Okay. És eladjuk a GMC-t is. És akkor mégse csaltunk, érted? Akkor nem vettük ki a DLC járműveket. Ez nagyon, ennek örülök, gyerekek. Ez jó. És akkor ebbe gondolkodok. Figyelj, mit tudnánk megvenni? Ugye ezt meg tudnám venni. Ez nekem nagyon tetszik, tök jó. Ez egy ilyen nagyon masszív dög, nem? Civil. Akkor ebből valami katonai verzió is volt, gondolom. Felfüggeszt, terepjáró kerekek, mindig be. Figyelj. Nézzük, várjál, milyenek vannak. Külön van országút. Nagy teherbírású. Nehéz. Terepjáró. Na, ez az, gyerekek. Figyelj, nehéz, be gondolom, itt ebben nem fogok találni nekem magamnak olyat, amelyik kijön 75 ezerből. Ezt úgy kell megtalálni, ne lics fel a világot. Jó, ezt el is felejthetem szerintem. A terepjárós részbe, abban még megnézzük. Ez 82 ezer, azt elfelejthetem. De egyébként országúti kerékkel vagy gyárilag. Ezt úgy kell felderíteni. Jó, szevasz. És itt a bandita, ami tudod. Felderítős. 82 ezer. Itt az ural, nézd meg. Jó. Nincs is más, gyerekek. Szevasz. Jó, hát akkor az. Én nekem az bejön. Megmondom őszintén. Nekem az úgy érzem, hogy azzal nem lövünk mellé. Figyelj, itt ez az alsó. Három dolog. Az tök jó. Van leírás. Az ANK MK38 módosítása, amelyből hiányzik az eredeti saját fejlesztésű oldalfalas plató. Helyettesítve az általános használat polgány... Jónak tűnik, gyerekek, megveszünk ezt a csodát! Megvásárol is letesz. Akkor, mi ez? Na, ez old school ez a gép, gyerekek. Ez honnan van? Második világháború környéke? Ez ilyen 60-as évek, nagyon nem. 60-as, 70-es évek, vagy 80-as esetleg, de inkább ilyen 70-es. Oké. Megnézzük, hogy mit lehet. Mondjuk pénzünk az nem lesz rá testre szabni. Motor. Figyeld el! Kapásból van egy nagyobb motor. Teljesítménytömeg aránynak jobb lenne. A régi motor modern változata, amely növeli megbízhatóságot, a teljesítményt és a gyorsulást a magasabb üzemanyag fogyasztásánál. Mondjuk az nyilván. Hoppá, ez tök jó, gyerekek. Kapásból meg van nyitva, tehát ezt nem kell unlockolni. A többit ugye ezt a V12-es motor, úristen. V12-es motorra. Váltó, az minden izével lokkolva van, látjátok, felfüggesztés. Hoppá! Most van nekünk a szabályos. Vagy szabványos. Van aktív. És van megemelt. Hoppá, és kapásból már ez is nem kell unlockolni. Kerekek közül országútiak. Vegyes terepter, ez mind ez van nekünk most. Ez a 47 angó. Hát a többi az mind zárva van, látjátok. Csörlő szabványos. Csörlő, az nincs, pótkerék, légszűrő, van megint lehet, más kiegészítő, magas nyereg, normál nyereg, jó, figyú, akkor, gyerekek, egy dolog, más kiegészítőbe, mit ad, ez vizet víz, üzemanyag, szervizkabin, egy ilyen szervizkabin pedig élnék. Mi kell ehhez, hogy érdem a negyedik rangot a megnyitásához?
figyeljétek, ezt fel tudnám lokkolni, és ugye akkor 6 pótkereket és 800 javító alkatrészt tudsz állítani még, ami az baba ám, mert akkor ugye saját magát így ellátná. Most úgyis scoutolni fogunk egyelőre, meg így munkákat vállalni. Jó, gyerekek, csapjuk neki szerintem. Szeretnék kiverni a garázsba. Ez az. Na, megnézzük, mit tud a Verda. Megnézzük a belső részletet. És megint éjszaka van. Hát gyerekek, ebben műanyag az nincsen egy darab se, hallod? Ez nagyon fos az egész. Még egy rohadt tetőkarpit sincs. Gyerekek, na ez a jó. Ez a jó gép, ezt már előre látom, hogy ez jó lesz. Komolyan mondom, tényleg. De szerintem lehet, hogy aludni fogunk egyet, mert itten izé van fönforgás. Hány óra van? Mi ez? Ne felejtsd, hogy a... Nem kell nekem jelző. Reggel 10 van, ja, csak ilyen borús esős idő van. Jó, hát akkor szuper. Ez mi volt? Valahol hegesztenek. Igen, hegesztés hang van. Na, jó magasan van a légszűrő, oda nézzé, föld. Gyakorlatilag elmerül a bugyborékol a csávónak a feje benne a vízbe, még akkor is szívja a levegőt, ez fontos. Nézzük meg, hogy mit kéne csinálni. Itt kapásból eldőtt távvezetékoszlop, jaj, de jó, oda nézzé. Itt most már egy csomó küldetés van. Aha, objektumok. Nézzük a taszkokat. Acélfolyó település. Zzz, van egy csomó, ennyit már megcsináltuk. Viszont... Itt amikor mentünk el a farm mellett, én láttam benne, itt egy autód volt. Autót. És itt is van egy... hely. Jó, bemegyünk a Verdát, megnézzük gyerekek. Csináljuk a küldetéseket, ne tököljük. Összkerék diffi minden? Hol a tisztelet? Ez jó lesz, gyerekek, érzem. Hű, baza. Mit csináltál? Jó. Ó, ez tudja a dolgát, gyerekek. Ez tudja a dolgát. Ki se tudod kapcsolni a ripizálat meg az eszkeleket. Na majd mindjárt kiderül, hogy egyébként a sárba lehet, hogy felhassal a picsába, majdnem azt mondtam. Ez ilyen régi old school vasok, azok nem hazudnak. Harusz ki, ama amerikai halkár, micsoda, nem? Itt a nincsen elektronika, bazza. Megy mind a íze, güzsű. Na, gyerekek, figyelj! Itt van benne elvileg egy autó, az ki kéne rántani, az egy task. Nem tudom, az van egy feladat, csomó olyan feladat van, amit oda kell menned, aztán úgy veszed fel, ugye? Mit csináltál? Hűha! Ez fa... Ajjúj, a kukoricákra azért bevertek ennek. Jó, egy kicsit beteg állatmódra mentem, bocsánat. Majd mindjárt kiderül, azt a kocsit ki kellene kapnunk. Hűha! Ah! Hé! Na várja! Baj van gyerekek, ez nem volt jó ötlet. Meg ráadásul úgy hosszában fölfeküdtem egy bak hátra. Ne. Ez nem volt jó. Ajaj. Várjátok, megnézzük, tudunk-e valamit csörlözni, mert baj van. Kirült fához. Azt a betyár, én azt hittem, hogy ez jobban bírja. De mégsem volt ez annyira. Azt a... De mi, van, mi sár van itt, hallod? Azért az emberek. Hát mi történik itt? Hát rendesen fölfekszek ezzel a izével, ezzel a Verdával. Hát azért egy kicsit... Nem először egy picit, gyerekek. Hát bazza, mi van? El se indulunk, hallod? Mi történik itt gyöngyösen? Vagy mi folyik itt gyöngyösen jobban borva? A gyerekek, itt tökig sárba vagyok, már kapásból. Megpróbálom keresztbe szedni. Hazagyár úristenem, mi történik? Megpróbáljuk egy ellel. Bazát, én azt hittem, hogy ezzel így végig fogok itt veretni mindened is. Hát nem gyűjt össze. Jó, mondjuk aztán jó üljén belementem itt a legközepibe. Na itt azért jó vagyok már, na.
Azt a rohadt életbe. Ez cudar világ van itt, gyerekek, cudar világ. Na, feladat mutatása, ugye ez úgy van, hogy elvileg oda mész, és az XP-be tudod feladatot megnézni, megnézed, mennyi jutalmat kapsz érte, mennyi pénzt. Hello, baj van a farmon, egy teárútó mélyen az XP-be szorult, jól jönne egy erős kar, aki kihúzna. Ehhez komoly motorra lesz szükség. Elfogad. És milyen részletek vannak? Ja, mutatja, hogy mit, merre, hova. Hát ide kell húzni a farmra, annyi van. Semmi gond. Már fogadom is el. Követés indítása, és akkor ide kirakja föl oldalra, erre emlékszek még. Meg akkor fökének kötnénk ezt magunkra. Fölcsettintjük, gyerekek, azt megyünk, mint az őrültek. Várjál. Sőt, ez lehet, hogy... Na. Hú, menjünk ki, gyerekek, hú, menjünk ki. Lehet, hogy inkább ki kéne... Bazza, mi van itt? Édes Isten. Lehet, hogy ki kéne menni itt a főútra. Meg kell fordulnom. Ezt előre kéne húzni ezt a verdát. Ez csúfosú elsüllyedtünk a kapásból. Azt hittem, hogy mi van. Azért figyelni kell itt a dolgokra, gyerekek. Azt kell csinálni, hogy minél hamarabb unlockolunk dolgokat. Rá el kell nézni, hogy nagy kereket, meg mindent tudunk-e rávenni, meg kell gyűjteni pénzt, meg XP-t. Ugye be tudjuk indítani a motort a másik járműbe is, és akkor ő is húz. Hát mindjárt látjátok talán. Az jó dolog. Na, kivisszük itt a léckerítést. Kivegyünk, megpróbálkozunk vele. Egyébként úgy ugrik ez a jármű, mint a hortilova, komolyan. Brutális a verda. Jó, egyébként nem volt ez rossz választás, szerintem csak egy kicsit rohadt nehéz a játék. Aha. Ugye én nehogy már az úton menjek ezzel a csodával. Meggyűjtem. Hú, baze. Ez tepen rendesen egyébként. Meg is van, jutalom. Oké, meg is csináltuk, gyerekek, tök jó. Most rakomány kezelés nincsen. Hangolosan távozunk, megyünk a következő munkahelyre. Gyerekek, egyébként brutál ez a jármű már, mint ilyen. Váltuk egyet, nyomok neki egy kövérgázt, aztán rendesen... Rendesen úgy lő ki, nagyon durva, nagyon durva. Itt néztem, most meg viszont használni fogom ezt a csuda dolgot, hogy így be tudom állítani, hogy merre menjünk, elmegyünk, ezt föl szabadítjuk, és elvileg valahol itt is van a mocsárban egy jármű. Csináljuk a melókat ezerre, hogy valami legyen. Azt kellene felszabadítani, hogy erre tudjak egy javító felépítményt. Vagy pedig egy, nem tudom, pótot azt tudok venni olyat? Hú, egy csomó mindenre nem emlékszem már, srácok, úgyhogy... Bocsi érte, itt is van egy task. Tehát de egyelőre nem ezzel foglalkozom. Hű, nem jó helyre jöttem, gyerekek. Új cél felfedezve. Meg még... Ja, ilyet bazzam, hogyha itt felfedezel, akkor azért is kapunk XP-t. Nem jó helyre jöttem, most is bevágottam ide. Fölöslegesen. Kempingbe bejöttem ide, gyerekek. Kicsit szakad az eső. Ugye nyomjunk egy belső nézetbe? Csörög, zörög, de megy! Új, ez még mindig, mi, gyerekek? Cicama az nem nagyon van rajt. Na, szeressük az ilyeneket. Igazi offroad gépek. Bundi, bundi, bundi! Bundi nem nézi a videót, fogadjunk, jöhetne velem multizni ide. Bundi, bundi, bundi! Bundi a nagy offroados, ne viccelj. Fű, baze. Azért itt megérz... Jó. Lekottottunk egy kicsit. Direkt jövök itt oldalt. Fákon minden át, úristen, nem ismerem nézni. Ez az, gyerekek. Na. Megjöttünk. Brutál, nagyon tetszik ez a jármű. Oké. Elvileg van valami új. Itt van, ellátod? Ott van egy ilyen kotla, azt is ki kéne menteni.
Egyébként itt is van egy meló, meg a farmon szerintem van meló, már ott lehet, hogy nem ott kell felvenni. El kéne menni ide, Téhére útjóhoz. De nem valami barátiad néz ki ez a hely. Figyelj, nem gép, ha nem bírja, jó? Így állunk hozzá a feladathoz. Hoztam egy állat. Hoztam egy állat. Ez igen. Bazán izéig föcsögnek a sarok. Ja, itt jó van. Ezek a bedőlt fák, ezek nem barátok. Retyegnek a békák, gyerekek, retyegnek. Azt hallottátok, ismeritek ezt a dumát? Retyegnek a békák, mi mindig azt mondjuk. Basz, ez a gép! Ez többi durva. Na, feladat. Ugyanaz a szöveg. Erős kar kell kihúzza. Itt meggyűjtem! Ez már ez többet ad, több pénzt. Követés. GMC-t kell a farmra. Gyere barátom, megoldjuk kicsibe. Szórakozzá. Oké. Okay. Gyere. Motort elindított te is, akkor esetleg tudsz segíteni. Keeper papának. De nem segít, az ott le van szarva. Jó, jól óra tettem, szerintem gyerekek, ugye? Amikor ezt a járművet választottam, ugye? És összehoztuk cheat nélkül, tök jó. És ha cheat-tel hoztuk volna össze, biztos mondanátok, hogy Keeper loser vagy, nagyon loser. Szerintem, ja, grill sütőt egy kicsit kitiportam. A szemét neki. Figyelj be azzal, nehogy már izé utakon menjek, mennyi? Nem ad a fajták vagyunk. Igaz, hogy a kukoricát kitiprom. De meghozom a gépet, nem szórakozzá. Na, jó, jó, kitaláltuk a kört is. Ez az, gyerekek, pénz jön, minden is jön. Izé, várj, hogy kell megnézni a... Nem tudom, hogy kell megnézni a karakteremet. És komolyan, bocsánat, de nem tudom. Hol van a karakteremnek a... Ez mi? Fenyőfa Express Dick. Valami verseny is van. Hát ezt engedjük el. Nem tudom, melyik gomb van elvileg olyan, hogy karakter. P? Vagy C? Nem tudom. Ja, V az... Funkció, nem tudom. Nem tudom, melyik a karakter. Nem tudom, melyik a karakter. Hány szintűek vagyunk, vagy ilyesmi. Na várjál, mit kéne csinálni? A lucfenyőkön túl... Mi van még itt? Aha. Hiányzó gépek. Mi a franc? Hát hova kell oda menni? Ez várjál, nem az kell, ez kell nekem. És akkor az acél folyó település, elveszett konténer. Ott kell fölvenni, vagy mi van? Oda kell vinni? És honnan kell vinni, bazze? Ja, mi gondolom el van vezve, akkor meg kell keresni, mi? Ja, viszont daros teleutó ajánlott. Hát menj az anyádba. Nem tudom, nincs daros teleutó. Rönkök a munkásoknak. Hú, jó messzire, na. No. Na gyerekek, valami izé. Fülészáru, karnyújtásnyira. Ugyanaz? Komolyan? Tényleg? Fát a helyieknek. Hű, gyerekek, van itt annyi küldetés, úristen, azt sem tudom melyiket. Fát a helyieknek. Segítség a szigeten. Ó, jaj, te édes Isten. Jó, várjál most... Aha. Ja, ezek, igen, felkiáltolja, hogy új munkák, új munkák. De vannak itt ilyen taskok, például van ez. Meg azt is csinálhatnánk, hogy ezt felfelezi a képőr. Jó. Lehet, hogy azt kéne föl kéne felezni a melókat. Itt van egyébként egy meló. Jó, itt van közelben egy meló, akkor azt csináljuk már meg.
Valóbb, nem a hátra tolatna, minden át, mint a izé, őrült. Ki letejt a láncát, vágtatott Tisza a rónán át. Na, most megyünk be ide. Kuka minden. Keeper viszi. Megjöttem, mi kéne, munka kéne. Feladat mutatása. Van egy hely a hegyekben, nem messze innen, ahol a leglenyűgözőbb a kilátás időnként. Szeretek oda, ott fent pihenni, miért nem nézed meg? És azért kapok pénzt? Azért, hogy kilátást nézegessek? Komolyan. Figyelj! Azon nem múlik. Szanaszét döntöm ezt a várost. Nem nagyon örülök nekem. Ú, gyerekek, fele üzem vagyok, elfogyott. He. Majd meg kell nézni, hogy hú, oda kell menni. Jó, gyerekek, hát mit csináltál képőt? Azt meg hogyan? Azt meg valószínű, hogy itt ezzel az úton, ugye? Várjál, akkor itt megjelöli a keeper, hogy itten fököm menni a dombocskára. Kerekecske, dombocska. Arra fur a keeper föl. Csá. Jó, ez még belefér talán az üzemanyagba. Meg az időbe, ez lesz az utolsó küldetésünk szerintem. Menteni hogy lehet? Kilépek, ott marad, nem? Ennyi az egész. Jó, nagyon kis bóhoskás gameplay volt. Meg még van is. Ne haragudjatok rám, de például ezt a járművet annyira imádom, mint az állat, csak ne este állandóan az eső. Basz. Nyomok egy kövér gázt, aztán így recser a kipufogó, hogy... Hagyjátok? Jó, hát egy kicsit lehet, hogy a szűk terep... Basz, mi volt ez? Kapott a motor. Ezt látjátok, hogy indul el fölfele? Figyeld! Mint hogyha... Ja, hát a szűk helyek azok nem barátiak neki. Úgyis be kell mennünk tankónyi a izébe, garázsiba, addig bírjuk ki mondjuk, mert tegyük tönkre. Hol az út? Merre megy az út? Ja, erre. Egyébként brutál az a jármű. Ez szerintem ezt megfogtam az Isten lábát ez a gyerekek. Ez rendesen, figyeljétek, hogy gyorsul fölfele, várjál. Egy, kettő, ha. Jó, mély sár az nem jó, neki meg kéne emelni, ugye, arra lehet, hogy gyűjteni kéne. Meg ugye motorra kéne gyűjteni, meg kéne nézni ezeket a dolgokat, hova kell jönni. Na, itt egy kilátó. Stoj. És akkor oda föl kéne menni, várj, most már látom az útat is, útat. Ide, ide, oda, amoda. Ez az. És akkor le kéne utána gangolni a garázsba. Egyébként azt hiszem, itt van még egy jármű valahova elakadva. Ott a. Igen, itt is van egy jármű, de az akkora szivatás, az egy akkora szívás. Oda szerintem kevesek leszünk, mint a... erdőtűzbe a... gyiknak a húgya. Hogy mondják azt? Hát ez hangyapisi az erdőtűzbe, nem gyiknak a húgya. Bocsánat! Hirtelen azt hittem, hogy jól mondom. Aztán, hogy... Ja, hogy nem az úton mentünk. No problemo. Hasta la vista, baby. Jó, egy kicsit izé vagyok ám bolondos ma. Ígérem, következő gameplay az jó lesz. De legalább izék vagyunk. Progresszivitás megvan, nem? Mennyit haladtunk? Garázsba vissza kéne gangolni gyorsan. Csak már kifutunk az időből. Várja, itt valahol föl kell csak csettenteni oda. Nyomunk egy balost, azt fölvegy ez, nem? Innen fogok lehömbölödni majd. Hüha! Majdnem fölburult. Megint a hülyeség. Jaj! Most kéne F-et nyomni? Ez az. Na, az a fenyőfa megmentett más minket szerintem. Ahogy föl kéne oda vágtatni. Most este van, vagy mi a tököm? Jó, fenyőfa nem akadály. Még fölfele se. Azt mondták, ne tegyek tökre semmit, de azért bír. Székre rá. Oké, gyerekek, ezt nagyon jól megcsináltuk. Valahogy le kéne innen zúzni minél hamarabb. Ezt nem tudom, hogy tudom megoldani gyorsan. Nem fogom összetörni a gépet, ne féljetek.
Nyomunk egy térképet. Meg lehet, hogy kéne alcsizni egyet, nem? Meghajtjuk a motort. Pihen a kípőr egy kicsit, alcsizunk. Mert délután van egyébként. Nem tudom megérteni, hogy miért izé volt itten. Ilyen sötét egész nap. Ott egy fejlesztés. Jaj, vannak csodálatos fejlesztések. Jaj, hát nem nagyon tudunk lemenni. Hácsaki nem. Hácsaki nem, lemegyünk erre itt okosba, gyerekek. Figyeld, itt. Megtekintjük a terrautót, hogy mi van vele. Aztán valahol itten visszagyűvünk ezen az útvonalon el. Jó? Megnézzük a garázsba gyorsan, annyi legyen még, hogy menjünk el oda, jó? Gyerekek, már megint esik az eső. Pörgettem egy egész napot, de még mindig esik az eső. Jó, hát itt lehet, hogy levágtathatnénk, de biztos nem maradna életbe a keeper. Ó, jaj. Azt hittem, elfér, bocsánat. Bírja ez, gyerekek? Nézzétek, még alig hibás a motor. Meg a váltó meg tök jó állapotban van. Ó, milyen hamar leérünk itt. Ez jó az az útvonal, figyeld. Az a baj, rettenetes, nem tudok neki tenni, ugye ott a váltón van egy olyan, hogy high. Vagy highway, nem tudom, high szerintem. Naskacok, figyeljetek, ott van benne egy... Hűha. Ez megint leseggelt ide, gyerekek. Sávó meg vakart az orrát, turta. Ott van benne egy jármű, de ez egy ilyen brutál hely. Emlékszem, hogy a Ruszki 88-as se nem tudtam kiimádkozni onnan. Úgyhogy az egyelőre váratni fog magára, ha csak nem akarunk itt 5 órán keresztül szívni. Hát látjátok már most itt mi történt, megakadtunk. Nincs látható csatlakozás, pont ez a legrosszabb, gyerekek, főleg egy darab járművünk van, hogyha itt megkotlunk, akkor nekünk itt olyan végünk lesz, itt ide belekövedünk ebbe a vízbe. Meg hát az üzemanyagunk se valami jó állapotban vagyunk. De baj van, gyerekek, hát tényleg az van, hogy... Ha ez innen nem jön ki, akkor itten game over. Most halál komolyan. Úgyhogy imádkozzatok erősen. Hát de mi a... ennyire? Na, ott valamit elért. Nagy mázli, gyerekek, ott elért egy kidőlt fát. Nem is nagyon tépem, nehogy elszakadjon, vagy eltépje. Hú, bazza. Jó, egyébként a sárral nincs megbékélve ez a truck. Mármint így a... Egész jó elboldogul így a földes úton, meg nem olyan rossz, nem rossz. Viszont amikor beleér egy ilyen mélyebb sáros lábba, akkor az ott abban a pillanatban föladja a harcot, azt mondja, hogy köszönöm kis gazdám, de ez nekem itt sok. De ilyen helyeken, ilyen földes úton, meg fölfele akármilyen emelkedőn tök jó elboldogul. Tehát nem kéne kitörni a kerekemet, meg összetörni magam. Jó, ja, meg rohadt dinamikus, tök jó megy. Megy, mint az Isten nyila, meg főleg, hogyha beleraknánk a nagyobb motor. Azt sem tudom, mennyi pénzt szereztem. Meg kéne nézni, hogy melyik gombbal, a profilt melyik gombbal veszem elő. Sőt, azt meg is nézem, gyerekek, mert így nem lehet, bazza. Mi ez? Profil? Hol a profil? Diffi kézifék, minden fény, csuda dolog. Navigációs térke, funkciók, játékos profil, ott a F4. Hát azt nyomogathattam volna egy darabig, úgy se találtam volna meg. Na, hármas szintű, nem megtalált járművek, Michiganbe. És... Sofőr profil, jó. Oké. Okay. Itt van az XP. Kettes szintűek vagyunk. Hú, valaki meg nagyon rezeg. Mi történt? Hú, Ferike, mit küldtél ennyi képet? Vagy mi az? Majd megnézem el. Szerződések. Azt a betyár. Itt van, hogy miket csináltál meg. Fú, bazze. Feladatok. Terrautók. Ezek vannak. Tárolva. Tök jó. Hú, ez tök jó, azt nem is néztem. Vannak versenyek, jó, hát ezt hagyjuk. Egyelőre nem tudom, nem hiszem. Ja, meg a izék. Vannak itt ilyen achievementek, amik még lehet, hogy a régi
Mondjuk az achievementek azok gondolom ilyen nem csak ezt a mentést figyelik. Ugye régebben azért szórakoztunk vele. Ó, oh, Norvég meg játszol, szkamo. Jaj, de ne jöttél bele ide már megint ebben a nagy sárba. 40 liter üzemanyagunk van gyerekek, meg vagyunk. Potlava. Figyeljetek, egy baj van ennek a járműnek, én már most látom. Kettő. De az egyiken lehet segíteni, hogy nem nagyon szereti a sarat. A második, hogy úgy eszi az üzemanyagot, mint az állat. De tényleg ilyen epik durván. Hacsi be, befordul a kípő! Jó. Bocsánat, kicsit el vagyok. Itt mi van itt? Figyeljetek gyerekek, rendesen lehet drifterre jönne, komolyan, figyelj. Belépésedünk a garázsba, meg is gyűjtünk. Legalább fel van töltve, meg van javítva. Hát kettes szintű vagyok. Ja, itt ez az kettes szintű? Hát meg van 4700-unk, hát annyira nem vert föl minket a izé. A dolog, sajnos, mi ez még 13000-be kerül, mit tudnánk? Valamit tudnánk? Felfüggesztés egyébként, nekem ez lett a legjobb, nem? Ez van most. Ez mi az, hogy aktív? Tartóság, oda nézzé. Aktív az tartóságot dobna rá. A minuszból. A franc. Tartóságot viszi le. Ez az aktív felfüggesztés. Ez nem. Az aktív felfüggesztés készlet lehetővé teszi az út tartás kézi vezérlését az optimális teljesítmény érdekében mindenféle terepen. Ja, akkor ezt tudom állítani, hogy leültetni, meg felültetni, de viszont nem valami tartós, itt B pluszra lemegy. Ugye a... Figyelj, meg kell emelni. 7900-ba kerül, azt össze kell kubikolni, gyerekek. Össze kell kubikolni annyit. Várjál már. Látványelemek, ne viccelj. Ilyen spoiler, de ez drágaság. Ne viccelj. De figyelj, 14-es rankot kell elérni. Hát hagyjál. Ez van nekünk gagyiszalagban. Hó, itt vannak dolgok, he? Jaj, nagyon jó. Még minden járművet szarrá lehet egyébként így tuningolgatnod. Ez mi? Oldalsó küszöbök. De várj, ez... Az anyámban van rajt. Azt nézem, hogy az... Hova került az oldalsó küszöb? Itt egy fellépőt látok, oldalsó küszöböt nagyon nem. Lehet, hogy egy fellép, de az még jobban leér. Hát ez nekem nem kell. Hoppá, kipufogó gyerekek. Ez van. És van egy ilyen is. Cső. Oda nézzé. Kályha cső. Ne viccelj. Hőszigetelt. Felnik. Ez csak ugyanez van. Lehet, hogy más kerékre van több variáció is. Föstés. Ne vicceljél. Legyen ilyen fosbarna. Nem. Tök jó. Többszínű. Terepszínű van az a nagyon adja. Ez nagyon nagy, ez tetszik. És ez mi? Ez ingyen van, free? Ott az ne viccelj, terepszínű lesz. Ez nagyon jól áll neki egyébként, jobban, mint a sárga. Kiegészítők, belső kiegészítők, tök jó. De egy káró. Ez ilyen lógó cucc, mi? Fenyőfa, édesotthon. Álomfogó, jó, nem a. Boxkesztyű, tök jó. Jó, de nem akarok erre pazarolni egyébként. De viszont lehet matricákat. Ez nagyon jó. Külső matricák. Ne! Hogy ezt... Aj, de utálom, hogy ez van, mert itt most ezzel eltökörünk. Nézzünk valami jót. Ez ingyen van, gyerekek, ne viccelj, hát ez nagyon is kell. Ez jó. Nagyon offroadok vagyunk mi. Ami valami jó, tökösen néz ki, valami katonai jellegű lett volna jó rá. Vagy szörny. Ez jó, ez durva.
Ez meg ilyen ruszki rendszám, nem hiszem el. Á, Transformers! Transformers, meg mi a franc a másik? Autobotok, meg a... Álcák, mi? Figyelj, Traktor Farm Gang! Nem hiszem el! Farm Gang! Jó, új kombájnos! Unstoppable. Hát, de nagyon jó. Mennyi van, bassz? Nagyon jó ez a játék. Ezt nem is, én nem is láttam eddig, gyerekek. Ó, itt vannak ilyen katonai jellegűek. Ha már katonai a verd, akkor lehet kap egy olyat. Ó, figyelj! Veszélyes rakomány. Basz, azt hittem már soha nem lesz vége. Viszont volt ott ilyen katonai jellegű. Valahol. Ezek bírtam. Mostrom, ez jó, ez megy rá. Ez ment rá. Célvédő matrica, az is ingyen van? Ágok, ne! Ne! Sárra fel, vagy pedig shut up. Madab, vagy shut up. Ez jó. Ruszki. Ez kell rá. Ez kell rá. Nagyon jó. Motorháztető diszek. Ne! Van diszek. Jó, ez pénzbe kerül. Ezt nem veszünk. Ami ingyen van, az jöhet. Hát azért, na, ez már jó lett. Izé kell felfüggesztésre gyűjteni, gyerekek. 7000 valamennyibe kerül. Na, srácok, elbúcsúztam. Köszönöm szépen a figyelmet. Írjátok meg, tetszik a videó, vagy nem tetszik. Akarjátok, hogy legyen több rész. Én tök bírom, nagyon látjátok, hogy mennyire imádom ezt a játékot. Kicsit ilyen nosztalgia, mivel Spin Tiles jellegű is, viszont sokkal összetettebb, sokkal érdekesebb. Tök jó, én imádom. Na, jók legyetek. Csáááá!